Kocsis. Ugrai. Szerelik méghozzá szabályosan, ez pedig jónak tűnik Szakály felé. Szakály mehet, Szakály még egyszer, és vezet a Paks. Ez egy gyönyörű passz, két Diós Győr védő között tud elmenni Szakály. Elfekteti Brükovicsot, igaz, nem feküdt el, csak megforgatta, aztán nagyon finoman nyesett alá, Antal pedig nem tudott hárítani. Úgyhogy ez a meccs sem telik el úgy Pakson, hogy a hazai együttes ne tudjon gólt szerezni. Tanítani való találat. És nem sokon múlott egyébként, hogy még ott nem tudott a Diós Győr játékos a gólvonalon hárítani. A harmadik gólja a szezonban Szakály Dénesnek.